Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... A Honey Beast. Sziasztok, hello! Sziasztok, jó estét! 4/6-oda, a Honey Beast 4/6-oda, jól mondom, ugye? Jól számoltam. Tarján Zsófi, szia, Zsófia, bocsánat. Sziasztok, így használod hivatalosan, ugye? Tarján Zsófia. Hivatalosan Tarján Zsófia, hivatalos, egyébként meg Zsófi. Zsófizhatlak, akkor nem igen. Lesz baj, ugye? Nem. Bencsik Kovács Zoltán, a gitáros, szia! Szia! Kahunom fog játszani ma a dobos Kovács Tamás, hello! Sziasztok. Majd jó, közel kell jönni a mikrofonhoz, amikor beszélsz, de azt mondják, hogy te nem vagy olyan nagy dumás, ezt tudod ki mondta? A Lázár Tibi, aki viszont a basszusgitáros, akiről szintén azt mondtátok, hogy nem egy nagy dumás, úgyhogy egy mikrofont kaptatok kettel szava. Ciao, hello. Viszont állítólag Zsófi és Zoli lesznek a nagy dumások. Zsófi már járt nálunk anyukáddal, itt voltál, amikor igen. Megjelent a könyvetek, és akkor így feldobtuk ezt neked, hogy esetleg visszajöhetnél a zenekarral élőben. És hát látod, itt vagyunk. És ennek én nagyon örülök. Sok bulitok van egyébként? Rengeteg. Nehéz volt beilleszteni ezt így a programban? Hát mivel egy hétfői napon vagyunk, így nem volt annyira nehéz, de hétvégéken azért el vagyunk fogalva szerencsére. Az mit jelent, hogy elindultak már csütörtökön, csütörtök, péntek, szombat vannak a bulik? Van olyan hetünk is jócskán ezen a nyáron egyébként, amikor csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, tehát hogy 4 buli egy hét. Nagyon kevés. És aztán hétfőn jönünk vissza. Most egyébként szerencsénk volna, pont tegnap nem volt, de hétvégén nem volt. Rápihentetek erre. Igen, de például hétvégén is Románia, tehát Erdélyben leszünk, és hétfőn jönünk vissza, tehát hogy az egy kicsit nences az napon. Igen. Vasárnap van buli, és hétfőn jönünk vissza. És amikor jön egy ilyen nagyszerű felkérés, egy ilyen nagyszerű műsorban, hogy gyertek már el, és akkor zenéljetek élőben, akkor azt mondjátok, oké, akkor vegyük elő az akusztikus műsor, tehát van nektek egy ilyen műsor, amikor a maradék két embert otthon hagyjátok, vagy ez most kifejezetten a presszó kedvéért állítottatok össze egy programot? Most szerintem kifejezetten a presszó kedvéért történt a programnak az összeállítása, de amúgy szokott a akusztikus műsorunk lenni többféle formátumban. Van, hogy hárman megyünk az Olival, Tomi, Kahun, Zoli, gitár és én, meg van olyan, hogy a teljes zenekari felállásban megyünk koncertezni. Azért azt mondjuk el, hogy Tatár Ápi a gitáros, ugye? Ő most ilyenkor mit csinál? Hallgatja a rádiót azért? Tehát, hogy otthon megbíztátok vele, hogy... Nem mondtuk neki, hogy jövünk. És Kővágó Zsolt a billentyűs, aki szintén otthon pihen, ugye? Otthon pihen, igen. Hallgatja, hogy... Gyengelkedik. Hát akkor jó tudást kívánunk. Igen, most egy kicsit ilyen beteg állapotban van, de nem soká megy. Én nézegettem a zenekari történetet, mert kíváncsi voltam arra, hogy közületek ki volt az, aki már benne volt annak idején a rádió, vagy a zenekarban, amikor a rádióban még benn voltatok, még a Danubius rádióban nálam, de akkor még a zenekart nem így hívták, hanem Honey Bee volt a név. Közületek valaki? Talán Zoli, te nem? Igen, én szerintem ott voltam. Igen. Ez valamikor 2000-es évek első évtizedének a közepe fele. Akkor voltatok benne nálam. Jézusom, de öreg. Igen. Jó, hát az 17 évvel ezelőtt volt. Ja, hát, ez nem egy olyan nagy dolog. Nem, hát akkor én ovis voltam. És már akkor benne voltál a zenekarban. És már akkor is benne volt. Akkor ugye Honey Bee volt a zenekar neve. Ez nincs meg, hogy ti mikor változtattatok nevet, amikor jött a Zsófi? A Zsófi hozta az nem, előttem. Előtte volt, de ez már olyan régen volt, hogy tényleg nem emlékszem. Arra a Tatár Ápi emlékezne egyébként jól. Hát akkor még más volt az énekesnő, ugye, Cutornetti volt a korábbi énekesnő, meg angolul énekeltünk, de a Honey Beast az azért lett ez a név, mert amikor jelent meg egy lemez, egy másik kiadónál, akkor még nem a Zsófi volt. Még és Honey Bee név alatt, igen. Hát legalábbis elkészült a lemezanyag, és ott voltunk a megjelenés küszöbön. Csak kiadó szerint hát állítólag Oklahomában volt egy Honey Bee nevű előadó, nem tudom. Szerintem nem is jegyzik sehol. Mindegy, szóval ő kérte, hogy legyen meg a névváltozás, és akkor összedugtuk a fejünket, és akkor így lett a Honey Beast, és azért is tetszik ez a Honey Beast, mert hogy van azért valami feljelentése is, tehát igen. Ott van ugye benne az ellentmondás, az ellentét. És Honey Beast is van egyébként a világon, de az ilyen 3-4 ember érdeklődésére tart számot, már ugye nem a mi Honey Beast, hanem egy másik. Szerintem nincs már olyan név, amit bizonyára valaki más ne hordozna. Tehát ez így van. Viszonylag nehéz. Ez biztos, hogy így van. Volt valami japán rockzenekar is Honey Bee néven, ilyen lányzenekar, azt hiszem. Hú, arra nem emlékszem. De volt valami eső, na mindegy, szóval igen, nincs már olyan, hogy új.
A magyar nevet kell változtatni, vagy választani. Hát most már mindegy, mert most ezzel a névvel lettünk ismertek, úgyhogy nem tudunk változtatni. Milyenkor mindig eszembe jut, volt egy zalaegerszegi csapat, olyan túlságosan messzire nem jutottak, de megjegyeztem a nevüket, míg a 90-es években alakultak. Panelházi Süttyók. Ilyen biztos nem jön szembe Oklahomából. Csodálatos, hogy ez Amy a kő tyúkhagyóként a szobában lakik itt Band. Band, az is. Igen, az is nagyon. Hát vannak ilyen jó zenekar nevek. Na, azt ígértem a hallgatóknak, hogy ti élőben fogtok zenélni, azért, mert nem hatan, hanem négyen vagytok, azért ugyanúgy meg tudjátok szólalni a dalokat, csak nem ugyanúgy fognak szólni, ahogy azt megszokhatták a hallgatók, ugye? Nem, de arra büszkék vagyunk, hogy azt szoktuk mondani, hogy egy seprűnyön is megszólalnak ezek a dalok, meg hát azok, tehát a szóval amikor, hogyha volt már valaki Honeybees koncerten, tudja, hogy nem spórunk a technikával, tehát ott van, nem tudom, öt billentyű, meg három basszus gitár, szóval hogy rengeteg hangszer van a színpadon, és ezeket mindent használjuk is, de hogyha kell, akkor tényleg megszólalnak egy szál hangszer. Fényeket is viszünk sokat egyébként, ja, mindig. Jó, ide is. Igen, mint rádióműsor. Kértetek. Ja, most én a koncertet céloztam nyilvánvalóan. Direkt kértetek, ezért felkapcsoltuk a presszóban. Na, először is csináljuk azt, hogy szólaltassuk meg a hangszereket, hogy minden szól-e. Nézzük, hogy szól-e a gitár. Gyönyörű, basszusgitár is szól. Csodálatos, a kahun is szól. Nagyon jó, és Zsófinak az ének mikrofonja is, ugye? Nagyon jó, hogy ráadásan csorba. Bekapcsoltuk a kamerákat, így aztán élőben láthatóak vagyunk a Retro Facebook oldalán, tehát nem csak a Retroban lehet hallgatni, hanem lehet nézni is. Nem mindegyik dal, de ez például igen, az első, az egyik legnagyobb Honeybees sláger, a legnagyobb hős, és aztán beszélgetünk tovább a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Tietek a színpad, parancsoljatok! A jó ére mennem eshet csorba, beállok én is a tornasorba. Hiszem, hogy két paralel történet a végtelenben összeérhet. Álmaimban nem ezt vártam, de felébredtem is, megtaláltam szabad egy helyet, leparkolnék veled az időben, eltévednék. De tudom, hogy majd überelni anyádat, és szemem mosod magad után. És autóra, akkor álló idézett a meghívókra. Te vagy a legnagyobb hős a világon, én a királynőd és te a királyom. Hova is sejtsál a szívem tőled, nehogy a végén majd összetörjed. A Honeybees zenekar, de jó, hogy élőben játszotok, én ezt nagyon-nagyon szeretem. És szerintem tök jól szól. Köszönjük szépen. Változtattok a dalokon ilyenkor? Kimarad, nem tudom, a billentyű szóló, gitár szóló, bármi. Ez a Zoli asztala szerintem, de igen. Hát, tehát igen. Rövidebb volt most ez most a dal, vagy csak az én érzetem volt az, hogy ez rövidebb? Ez például rövidebb volt, mert kihagytunk, van egy ilyen zenekari rész, egy ilyen extra rész, azt kihagytuk, mert annak nem sok értelme volt.
Na mindegy, szóval. Ugrálós, zenekari, énekeltetős, minden van. Igen, nem, közönség énekeltetős. Aha. És ez a műsor elején szokott lenni amúgy is? Nem. Ezzel szoktuk zárni a múlikat. Minden Honeybees bulinak ez az utolsó dala, és ezt lehet tudni, hogyha ez megtörtént, akkor már más nem nincs. És olyan nincs, hogy na de jó, de akkor még egyet? Hogy... De. Egyszer ezt akkor ez aranyos, legutóbb pont a kibontható persze, mindegy, szóval egy esti híres koncert helyszínen a parkban. Szóval, hogy ott volt egy olyan, hogy kicsit hamarabb fejeztük be a bulit, mint kellett volna, de már lement a legnagyobb hős, és mi már utána nem megyünk fel a színpadra, és akkor jöttek a szervezők, hogy nem. De várj, az hogy lehet, hogy előbb fejeztétek be? Gyorsabban játszottátok a dalokat? Hamarabb kezdtük el. Tehát ez egy másodpercre kiszámított dolog, mert fények meg minden. És ott volt egy kis anomália ott a kezdésnél, de ezek ilyen műhelytitkok, nem mennék nagyon bele. De az a lényeg, hogy annál korábban kezdtük, mint ahogy terveztük. És így korábban is lett vége, hogy a matek így jött ki. És akkor nem mentetek vissza? Nem. Még a szervező kérésére sem? Onnan már nincs visszaút. Tehát a legnagyobb hős, akkor vége van. Akkor már nincs vissza. Igen, mert van egy íve az egésznek, most utána persze van 60 ezer dalunk, de már felesleges után. Visszamennék az egész történet legelejére, de az egyéni történetek legelejére, jó? Hogy egyáltalán miért kezdtetek zenével foglalkozni? Egyáltalán honnan jön? Zsófival szerintem beszéltünk valamennyire, amikor erről is, amikor anyukáddal itt voltál, de nem bánom, ha megint elmondod, hogy neked honnan jött az éneklés, hogy miért pont a zenében találtad meg önmagad. Nagyon sokszor voltam zenészek között kiskoromban, meg sokat láttam koncerteket backstage-ekből, meg színpad mögül, meg ilyesmi, és szerettem volna a részese lenni ennek a közegnek, mert elvarázsolt az egész, meg hát nagyon menőnek tartottam, és én is szerettem volna menő lenni. Hát ez volt az elején. Szerintem menő lettél. Amen. De menőnek is érzed magad? Erre majd kitérünk egy másik interjúba. De ez olyan, mint amit elképzeltél kiskorodban? Tehát amikor még csak a színpad mögött mellett álltál? Más. Nem olyan. Van, ami jobb, meg van, ami tökre reálisabb. És egyébként ez így jó, szerintem. És nyilván felnőttként az ember belelát, hogy ez nem csak a színpadon történik meg. Abszolút. Tehát el kell menni próbálni. Igen. Tanulni, gyakorolni, stúdiózni. Igen, tök sok ismeretet szereztem, és emberileg is tök sok mindent tanulhattam egyébként a körülöttem lévő zenésztársaktól itt a Honeybees-ben is, meg még a zeneiskolában is, úgyhogy ez egy tök szép történet lett szerintem. És erre nem számítottam. Sokan vannak, akik imádnak koncertezni, de nem szeretnek például próbálni, nem szeretnek stúdiózni. Én minden nap gyakorlok otthon, úgyhogy én szeretek. Zoli? Honnan kezdje? Nagyon hosszú történet. Miért pont a gitárt választottad? Ja, hogy miért onnan? Pont a gitárt? Mert mindig harmónia hangszert akartam, és én jártam a zeniskolában kisgyerekkoromtól kezdve, és hát ott a zongorát néztem ki, de azt mondta apám, hogy nem, zongorát nem veszünk. Így nem volt mind gyakorolni, viszont akkor én nem volt gitár tanszakot, én Gyulán nőttem fel, és abba a zeneiskolába, úgyhogy végül Csurákos lettem, az a klarinétnek egy népies elnevezése. Csurákos? Igen. Tehát én klarinétoztam, igen, fúvósan, és az ugye, hát egy dal, és tehát ott még két szólamot sem nagyon lehet, nem, hogy sokat, és akkor a gitárt meg autodidakta módon, mert azt tehát mondta apám, hogy jó, akkor egy gitár zongora, nem, sok helyet foglal drága, de akkor egy gitárt azt lehet, és akkor... És akkor miket hallgattál azért? Tehát nyilván volt valami példaképed, vagy volt, valamiért volt egy vágyad, hogy szeretnél hát hangszert fogni. Ott dőlt el, hogy nem Benny Goodman-től híres klarinétos, hanem inkább rockzenéket, meg ilyesmit hallgattam, mert én nagy hát Pink Floyd rajongó voltam gyerekkoromtól kezdve, most már nem nagyon hallgatom, de ott kezdődött minden, és akkor hála Istennek viszonylag könnyű gitártémák vannak, azt így leszedegettem fülről, és így kezdődött, aztán elkezdtem dolgokat írni, és így. És ez mikor volt, amikor először gitárt fogtál a kezedbe? Emlékszel a pillanatra? Tehát már nem kisgyerekkorom, de 13 éves voltam, azt hiszem, már én kiskamaszként, és hát, de már azt viszont tudom, hogy konkrétan két akkordot tudtam, a démót meg a C-dúrt, azt is rosszul, de már dalt, azt írtam rá. De és most már megy? Megy. Megy. Tomi, aki most éppen a Kahunon ül, de amúgy dobos, hogy te mikor, gyere egy kicsit közelebb az egyszerű. Szóval, hogy te mikor találkoztál először a zenével? Hát, én olyan 5-6 éves koromban kezdtem el. Ugye a Fatarom által Isten nyugosztálja, ők elég híres feldolgozás zenekar voltak még anno a 60-as, 70-es évek tájékán Szegeden. Uh-huh.
és hát engem megragadt azonnal, tehát hogy a faterék is megőrültek a zenéért, és ugye Pink Floyd bakerit lemezek, cigifüstbe hallgattuk, ugye mint minden normális kisgyerek, aki dobolni tanul, szétvertem én is a fotel karfáját, meg az egész szobát anyámék örömére. Úgy, mennyire hogy, boldogok voltak. Igen, igen, tehát akkor nincs dobszerelésed, vehetünk újabb fotel. Úgyhogy ilyenek, tehát hogy igen, tehát én szétvertem egy egész lakást, és akkor utána kezdődött a rockklubos, ilyen 2000-es években a szegedi rockklubba, ott kezdődött úgymond a zenei pályafutásom. És ezt megszámoltad már, hogy a Honey Beast hányadik zenekarod? Hú. Hát az első szám. Az első szám. Jó, hát azt érthető, hogy az első számú, tehát hogy hány zenekar volt előtte, ahol bontogattad a szárnyaidat. És, igen, hát nagyon sok, hát ilyen rockbandákba, metal zenekarba, aztán a metal zenekarból a Hackneyba, ugye Zolival 9 évig. Az mit jelent a Hackney, hogy feldolgozás zenekar? Hát zenekar, igen. Parti zenekar, na ez a. Aha. És akkor esküvők, meg mindenféle így van, rendezvények. Így van. Esküvőre. Ott állítólag nagyon meg lehet tanulni zenélni. Igen, belettem dobva a mély vízbe, ugye Attilánk által, az így kicsit érdekes volt ott az elején, hogy úgy, na most az fog jönni, hogy, és én azt nem tudtam, hogy az hogy van. Hát az egy nagy iskola, igen. Voltak érdekes szituációk. És akkor már közönség is volt, tehát ez nem próbán történt meg. Hát ez már éles, élő egyenekben. Az szép. Igen, volt egy van egy zenekarvezetőnk, az volt a mondása, hogy majd a rémület összerántja. Tehát, tehát ha már a zenekarból valaki tudta a dalt, akkor már neki vágta. Aha. És összerántotta. Az állítólag működik, igen. Ez a rémület nevű. Hát. Jó. Tibi, te miért pont basszusgitár és mióta? Hát nekem 12 éves koromban volt először gitár a kezembe. Onnantól kezdve nem volt megállás. És hogy miért basszusgitár? Hát ott ül tőled balra ez a kedves fiatalember, aki nekem osztálytársam volt. Bobó egyébként, Bobó. Ő felel a hangzásért. Igen, Bobó, aki a hangmérnökünk. És hát valljuk be, Bobó ügyesebben gitározott nálam annak idején, amikor zenekart alapítottunk. Ugye nekem a basszusgitár jutott, ez egy ilyen tipikus basszusgitáros sztori. Aha. Amúgy, hogy aki a legbénább gitáros, abból lesz a basszusgitáros. Dobolni sem tud. Igen, és dobolni sem tud. De egyébként nagyon örülök ennek a választásnak, mert aztán viszont nagyon megszerettem a hangszert, és hát emellett kötöttem ki. És te miket hallgattál? Vagy miket hallgattatok akkor így együtt gyerekkorotokban? Hát Nirvanát. Azt nagyon sokat, Red Hot Chili Peppers-t később, akkor nem tudom, Guns N' Roses-t, tehát ami így akkor ilyen rock és elérhető volt. Na és akkor neked hányadik zenekarod a Honey Beast? Nekem nem sokadik egyébként, szerintem olyan harmadik zenekarom a Honey Beast. Tehát volt ez a zenekarunk Bobóval közösen, aztán igazából egy-két próbálkozás volt, és utána jött így a megkeresés a Toliék részéről, hogy először csak arra, hogy ugorjak be, aztán így ha már beugrottál, itt maradtam. Na zenéljetek egyet megint, jön a hetes című dal, és aztán beszélgetünk tovább rövidesen a Retro Rádióban, az Avaházi Presszóban, vendégem tehát a Honey Beast. Ha készen álltok, akkor rajta! Már megint ez van, vasárnap este, hideg a bőröm, jeges a teste. Tudom a dolgom, hozom a cuccom. Tuti, hogy én nem nyerek a bolton. Vagyok az egyetlen, jó nagy a szívem. Ebben a méretben párja nincsen. Csak egy-egy hétre, már ezer éve. Valami kőbe, be van ez vésve. Ez tök jó, magam hallgatom, múlnak az évek, kihagyom azt, amit mások megélnek. Ringass el, kis pénudalom, már megint ezt dúdolgatom. Lehet-e még? Lehetek szép, csak magam adom. Ezúttal mégsem gyűl a lekétfő, asztalt foglaltam, szeparikétfő, illően kedden, szeretve lettem,
munkába szerdán, taxival mentem. Pénult a sátán, csütörtök éjjel, hogy volt a péntek, te sem emlékszel. Bulinap szombat, valami történt, vasárnap vége, dalolva önként. Ringasság, ismél a dalom, ez tök jó magam, hagytom múlnom. Az évek kihagyom, azt, amit mások megélnek. Ringasság, ismél a dalom, már megint ez dúdolgatom. Lehet-e én? Az egyetlen, jó nagy a szívem, ebben a méretben párja nincsen. Leszek egy hétre, angyal vagy szaja, szerelem ellen be vagyok oltva. A Honey Beast. Amikor egy olyan zenekarral találkozom, akinek van egy határozott, nem is mondom, hogy stílusa, de egy olyan hangzása, amiről felismerhető, akkor mindig elgondolkodom azon, és most tök jó, hogy itt vagytok, mert meg is tudom kérdezni, hogy azt ti elhatároztátok, hogy milyen zenét fogtok játszani, összedugtátok a fejeteket, és azt mondtátok, hogy legyen olyan, mint, vagy legyen olyan, hogy, vagy egyszerűen csak ez jön belőletek, és ettől lesz Honey Beast-es. Ez az Oli asztala, de azért én hozzászólnék olyan szempontból, jó, hogy egyébként, hogyha megtörténik egy zenekarban egy énekesnőváltás, vagy egy frontemberváltás, az mindenképpen befolyásolja valamennyire, nem teljesen, de valamennyire azt, hogy egy zenekar hogy halad tovább. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk egy előadónak, vagy frontembernek mi áll jól. Egyébként az Olinak elég határozott elképzelései voltak azzal kapcsolatban, hogy milyen a hangzásunk, ezt majd el is mondja, és én hál' Istennek beleillettem ebbe a képbe, úgy látszik. És nem is akartál rajta változtatni? Nem igazán, mert tetszett az, ami van. Uh-huh. Na Zoli, volt valamilyen, összedugtátok a fejeteket, és azt mondtátok, hogy legyünk olyanok, mint a Pink Floyd, vagy nem tudom, mondhatnék bármit, vagy tényleg csak elkezdtetek dolgokat írni, és rájöttetek, hogy ez egyedi? Hát igazából, erre nagyon nehéz válaszolni, mert ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Tehát a tagok határozzák meg, vagy határozták meg mindig, hogy ez körülbelül milyen legyen. Előtte, amikor az előszó esetről, ugye a Tibi előtt volt a Kiszi Miki, ő is nagyon sokat hozzátett, vagy ugye a Netti volt a Zsófi előtt, ott egy teljesen más zene volt, ráadásul angol nyelvű szöveggel, tehát egy angol nyelvű dalokkal. Aztán elkészült az első magyar nyelvű dal, a Portugál című, az ugyan viszonylag sikeres volt, és ott egy kicsit vérszemet kaptam, mert én írtam azt a dalt, és akkor jött a Zsófé, és aztán már csak így hozzá kellett igazítani az egészet, és ez így szinte magától alakul ki. Nyilván vannak preferenciáim, tudjuk, tehát szeretünk előadókat, meghallgatunk ezt-azt, én például azóta már nagyon szeretem Coldplay-t, ezt gyakran megjelenik hangzásba nálunk, de rengeteg fél hatás ér minket, és ezt megpróbáljuk befogadni, átereszte magunkon, és így alakul ki ez a sajátos, amiről beszéltél, Honey Beast stíl. És volt olyan pillanat, arra vissza tudtok emlékezni, amikor ti rájöttetek, hogy nektek van saját stílusotok, ami Honey Beast-es. Akár ez a portugál idejében, vagy már akkor, amikor Zsófi beszállt? A portugál az még nem Zsófi volt, és nem volt, az még nem volt olyan, az még nem volt önálló. Én azt egy kicsit ilyen, az egy kicsit az akkori ilyen underground zenekaroknak a stílusa felé ment, az még nem volt igazán biztos dal, bár bizonyos értelemben meg igen, tehát valaminek volt a nyitánya,
Hát szerintem a legnagyobb hős, amivel ismertek lettünk szélesebb körben, az egy csapásra meghatározta, és akkoriban íródott a Maradok is, ami ma is el fog hangozni, és ezek ráadásul határozták az korábbi meg. Dal volt, ez mint a legnagyobb hős, csak a rádiók később fedezték fel maguknak, így ugye? Van, így van, és szerintem nagyjából ez a két dal az, ami meg aztán utána jött az Egyedül, ezek határozták meg aztán azt a szövegvilágban, a hangzásban azt a stílt, amit Honey Beast-nek lehet nevezni. A legnagyobb hős lemezen egyébként van egy nagyon érdekes kettősség, szerintem tök jó is amúgy, amiben még benne van az a stílus, vagy irány, amit a legnagyobb hős előtti, vagy a portugál közbeni időszak jellemez, és akkor valahogy a lemez végére mégis van egy kiforrott hatása az egésznek. Mennyire köti gúzsba ez a csapatot, hogy van egy stílusotok? Hogy vannak dalok, amelyeket szeret a közönség, és nem csak a kifejezett Honey Beast rajongók, a fanok, hanem általában az emberek, hiszen nem véletlenül játsszák a rádiók, és nem véletlenül bárhova mentek, mindenki ismeri ezeket a dalokat. Tehát ez megköti-e a zenekart, hogy milyen dalok szülessenek az újabb lemezekre? Szerintem valamilyen szinten megköti, meg az is, hogy mondjuk kívülről milyen hatást tapasztalunk, és hogy milyen irányba mozdul el a mainstream ízlés. Mindenképpen figyelni kell, még akkor is, hogyha mondjuk nem ülünk föl teljesen a vonat. És nem veszítjük el a saját imidzsünket ezáltal, mert arra törekszünk, hogy megmaradjon az, amit képviselünk. De hát nem ezenként szoktunk arra törekedni, hogy mindig legyen olyan dal rajta, ami slágeres, de olyan is, ami nem. Annyira. Ami nem vesz feltétlenül. Nem. amit nem kell feltétlenül koncerten eljátszani, de mégis hát, mutatja, hogy... Hogy ez mi vagyunk, igen. Mert szeretünk kísérletezni, tehát ugye a hangzásban azért nem teljesen egységes minden lemez, hanem vannak mit, volt például ilyen EDM irány is egy-két dalba. Milyen irány? Bocsánat. EDM. Az mit jelent? Hát ilyen electronic dance music. Dance music. Tehát, okay. Mi most tudtuk meg egyébként egy hónapja, hogy az EDM hallott egy kollégától, nem tudtuk. Én nem tudom, lemaradtam a temetéséről, nem emlékszem. Jó, hát a rockot is már mióta temetik. Azt is temetik. De mindegy, szóval, hogy ott volt ott az utazó körül, az Élet a Marson lemez környékén volt egy ilyen kísérletezés. Pont az utazó című dalnál bejött, mert azt úgy viszonylag sokan szeretik, de volt egy csomó kapufa. Tehát, hogy ott nem minden dalt egyformán szerettek a Tehát ezt miből lehet lemérni a koncerten, a csápolás intenzitásából? Azonnal lejön, hogy mi jön át, meg mi nem. Azonnal lejön. Most nem a mostani dalainkról nem beszélnék, mert még reménykedünk. Nem akarok, hogy mondjam, olyan jóslatokba menni, ami aztán önmagát beteljesítő lesz, de azonnal látszik, hogy koncerten elkezdjük játszani, és akkor... Jön a hullám, meg visszaverődés, hogyha tetszik nekik, ha meg nem tetszik, akkor meg nem jön semmi. Egyébként tapasztaltunk olyat is, amit mondjuk nem annyira pörgettek a bizonyos videó megosztó portálokon, de koncerten meg tök jól bevált, mint koncertdal. Tehát nem lehet tudni, hogy mi az, ami beválik, itt, vagy ott, vagy amott szól. Igen, ezért is említettem a koncertet. Tehát, hogy nagyon sokszor a koncerten derül ki. Tehát például az előbb hallott hetes, az akkorát nem futott annak idején a úgynevezett videó megosztó helyeken, de koncerten imádják, és mi is nagyon szeretjük, állandó dal. Az más kérdés, egy másik helyen, ahol lehet zenéket hallgatni, most nem mondanám ki a nevét, ott viszont... Úgyhogy így kell fogalmazni. Ugye, eddig a YouTube-ról beszéltek, amit nem szabad kimondani. Mit tudom, hogy mit szabad, most megnyilván a Spotify-ról beszélsz, amit nem szabad kimondani. Mit szabad, mit nem, hát én nem tudom. És igen, és ott meg tök népszerű a dal. De a másikon meg nem. Na mindegy. Jó, zenéjetek megint, most megint is be is fogjuk kapcsolni a kamerákat, hogy ne csak hallhatóak, hanem láthatóak is legyünk a Retro Facebook oldalán. Szintén egy óriási nagy sláger, bárki, aki még nem is járt soha Honey Beast koncerten, az is ismerheti, ha hallgat rádiót. Jön az Így játszom, és aztán beszélgetünk tovább a Honey Beast tagjaival a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ha készen álltok, akkor rajta! Pedig jobb tudom, és akad elérted. Én is elhittem, csak
csak a gyomrom utazik egy lippen, amikor látlak, ezért fordulok után. Talán nincs is hova, de elítetek, könnyű elinnem, sírom, nevetek a viccen. Megszoktam, csak egy percig lehetek tengelő, tudom, én már eleget szárnyaltam, óvatosan landoltam. Nem múlik, mi a baj, miért relegek, elbuktam, és ez már nem lehetett életlen. Az élet életlen, te valahogy más vagy, miért fordulok után, pedig jobb dolgom is akad elérted. Én is elhittem, csak a gyomrom teszik egy lépben, amikor látlak, ezért fordulok után. Talán nincs is hóra, de elítetted, könnyű elinnem, sírban nevetek a viccen. Átcsorgok a Dunaparton, Beast. Olyan visszajelzések jönnek. Kíváncsiak vagytok? Érdekel titeket? Mert akkor olvasgatok egy párat. Jó. Jó? Csak a jókat. Annyit kell tudni, hogy egyrészt nem jönnek rosszak, másrészt ha jönne, azt úgy sem osztanám meg veletek. És nem azért nem miattatok, hanem hogy ne adjunk neki energiát. De nem tudnak idézni, tehát mindenki azt írja, hogy szuperek vagytok, nagyon jó, de jó, hogy itt vagytok, hogy végre ti is részesei vagytok ennek a műsornak. Például az előzőre, az Így játszomra azt írta valaki, hogy ez a kedvencem tőletek, ez Zsuzsi írja. Szóval jó dolog ez, hogy azt látjuk, hogy mi találkozik a hallgatók ízlése, amilyen kell. Ti ezt mikor vettétek észre, hogy a Honey Beast egy nagy zenekar? Nagy zenekarrá válhat, vagy nagy zenekarrá vált. Volt egy ilyen pillanat, amikor azt mondtátok, hogy hoppá, most már figyelni kell, mert befutottunk. Megosztom én először? Mondjad, kíváncsi vagyok, mire gondolsz. Volt a dalos fellépéseink után egy köszönöm koncert, ahol megköszöntük azt, hogy nagyon sokan szavaztak ránk például Szegeden, és Szegeden tartottuk ezt a bulit. És annak volt egy olyan ereje, vagy vibe-ja, ahogy ezt ma szokták mondani, amiből tisztán lejött, hogy itt van út, és nagyon van út, és itt valami elkezdődött, és ezt csinálni kell. Nekem ez. Neked, Zoli? Hát igazából az az előbb említett verseny, ahol ugye a legnagyobb hős szélsem nyilvánosságot kapott. Hát ott nagyon sokat segített a zsűri, de sohasem a zsűri jutatott minket tovább, hanem mindig a közönség. Mm-hmm. És mi azt itt hallottuk, így belső információ áramlott ez az, és ilyen félhivatalosan, hogy nagyon-nagyon sokan szavaztak meg. Mm-hmm. És ott azért már éreztem, hogy ebből lehet valami. A másik, persze nyilván ez a koncert is, aztán volt az RKL Színházban egy nagy szabású koncertünk, és ott valami két hónappal korábban elfogyott az összes jegy, és ott éreztem, hogy
hogy na, akkor itt valami. Akkor megvagytok. Valami aha. megvan, igen. Igen, az, az nagyon, és jó, és sikerült, nagyon, nagyon boldogok voltunk. És fejtegettétek próbateremben, vagy akár nem tudom, bográcsozás, sütögetés, fröccsözés közben, hogy mi a ti sikereteknek a titka? Hogy mi az, ami beütött? Mi az, ami miatt utat találtatok a közönséghez? Folyamatosan agyalunk ilyesmiken egyébként. Nem azon, hogy mi az, ami múlt időben beütött, mm-hmm. hanem mi az, amivel tovább lehetne menni. Aha. De igazából sose tudjuk megfejteni, csak mindig a lehető legjobbat próbáljuk nyújtani. Ha tudnánk a receptet, akkor... Hát de figyelj, nekem kívülről, meg valószínűleg nem csak nekem, ja. kívülről úgy tűnik, hogy ti tudjátok a receptet. Ez jó. Egyébként nagyon, amúgy jó, nagyon tudatosak vagyunk, tehát tényleg, tehát elképesztő mennyi mindenre, hogy is mondjam, figyelünk meg, tehát a zenekari tagok is mindenkinek más irányba mozognak a csápjai és az érzékei, és ezt meg szoktuk egymással beszélni, hogy éppen mi történik a világban, merre fele kell mozogni. Vicces, amit mondtál, hogy a sikert azt elemezgetjük-e, na azt nem, mert azt nem kell, de hogyha van valami kudarc, azt viszont nagyon. Tehát de ilyen vásárstábok azért szoktak lenni. A ti életetekben mit jelent a kudarc? Jó, most nyilván nincsenek, na, most azért, hogy az elmúlt két évnek a, tehát külső tényezők is jöhetnek, ja, ugye? Aha. Ugye? És amire reagálnia kell minden zenekarnak. Tehát azért ki sem mondom annyira gyűlölöm ezt, de mindegy, szóval az elmúlt két év az olyan szinten megváltoztatott mindent, hogy minden előadónak, aki előtte már valamire vitte, azért erre reagálnia kellett. És például itt volt egy olyan pillanat, amit meg kellett fejtenünk, de azt gondolom sikerre. De ezek szerint a recept, ami bennetek van, az működik? Mert hogy vissza tudtatok térni. Tehát most ugyanúgy mentek, és ugyanannyi koncert van, mint azelőtt. Ámen. Ámen, igen. Egyrészt a Zsófit nagyon szeretik az emberek, tehát én is ezt tapasztalom, most ugye szabad ilyet mondanom, őt nagyon szeretik, mint előadót. Másrészt meg, hát erre mondta a kiadónk, a Molnár Gábor, hogy ezeket a készségeket az emberek nem felejtik el. Tehát, hogyha tudtál írni valaha jó dalt, akkor valószínűleg fog még menni. Hogyha ugyanaz a motiváció megvan a tűz, ami nem hamvadt el, akkor ez már sikerülni fog. Úgyhogy szerintem így sikerül. Zsófi kiváló előadó, az zenekarnak meg van ambíciója, hogy ezt csinálja. Ez jó, hogy mondod, mert ezen is szoktam gondolkodni, hogy amikor van egy sikeres zenekar, akkor áll-e mögöttetek egy producer, egy menedzser, egy kiadó, aki egy korbáccsal a kezében, aki hajtja, hogy gyerekek, hát 3 hónapja nem jöttetek ki új dallal, és tök jó, hogy van koncert, de 2 hónap múlva is kellene koncertezni, ahhoz viszont most kellene kihozni valami dalt. Tehát van ilyen, vagy ez minden belülről jön, amit ti csináltok? Hát mind a ketten motiváltak vagyunk, tehát mindenkinek érdeke, hogy játszunk, nyilván a mi érdekünk is, meg a kiadónak is, szóval persze, nyilván, hogyha nem haladna a szekér, meg hogyha nem lenne bennünk elég tűz, akkor valamilyen fajta noszogatást azért tapasztalnánk a kiadó részéről, de hál' Istennek nincsen rá szükség. Olyanokat szoktunk csinálni, hogy évközben, évvégén, minden januárban például van egy ilyen nagy megbeszélés, és akkor megnézzük, hogy alakult ez, hogy alakult az, melyik dal lett sikeres, stb. És akkor azt ti tudjátok, a naptáratokba be van írva, hogy ti együtt mikor mentek, de nem együtt, hanem egyszerre mikor vagytok, Szabin? Tehát nyilván nem mehettek el nyaralni nyáron, mert ilyenkor vannak a koncertek. Hát hónapokra előre megbeszéljük ezt a januári ízét, és akkor összejön kerekasztól beszélget, és hívjuk így. Mondjuk igen, de nehéz előre tervezni, mert ugye nyáron bármikor bejöhet egy koncert. Igen. És általában, jó, mondjuk én, illetve mindegy, szóval úgy szoktunk menni nyaralni, hogy nagyjából így azért tudjuk, hogy hét elején nem nagyon szokott lenni koncert, és úgy körülbelül. És akkor ennek 3-4 napra nyaralnak. Jellegű, igen. És, hogy örülhet és, a család? Ugye? És mások egy hétre, 10 napra mennek. Tudna a feleségem is mesélni, hogy milyen jó ez, és hát mi nem tudunk azért februárban befizetni egy jó kis last minute-re, vagy nem tudom én, hanem ahogy esik új puffan, tudom azért vasárnap, már tudom, hogy hétfőn nem lesz koncert, akkor elmegyek. Aha. Egyébként, ha meg mégis befizetsz, és nem tudsz menni, akkor nyugodtan bármikor, megadom a telefonszámot, bármikor hívhat. Bárki helyett el tudom menni nyaralni bármikor. Meghallgatjuk az Egyedül című dalotokat, amit szintén élőben fogtok itt eljátszani, és aztán jönnek majd a hírek 9 órakor, és a hírek után is folytatódik majd a beszélgetés az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban vendégem, a Honey Beast. Csak én vagyok nekem a nagy rend.
vagyok bele, ha sok hiányba te mehetek bármely irányba, és nem orka velem 105 kiló, de leszólít folyton mindent, ahol de sírok az esőben titokban, még olyanom sincsen, aki megosszom. Csak azért vagyok, hogy nekem legyen jó, és az boldogít, ami nekem való, és tangozhatok a tilosban, és nem érdekel, hogy mindenki szembe rohan. Olyan jó, csak néha nyűszítek a sarokban. Ha öreg leszek, meg lesz mindenem, de nem fogja meg a ráncos kezem. Mert iPhone-on meg trendi, iPhone-tokon, de nem lesz annak a puszi a májfoltokon. És nem érdekel, hogy nekem legyen jó, és nem boldogít, ami nekem való, és nem szambázom a tilosban. Nincs mellettem senki, és nincs, aki szembe rohan. Nem is jó. Egyedül, egyedül élek a világban, erre vágytam, egyedül. Én nem bajlódok a babákkal, meg a családdal, egyedül. Illetve árban a magánnyal, meg a kutyám. A Honey Beast 4/6-oda, Tarján Zsófi énekes, Bencsik Kovács Zoltán gitáros, Kovács Tomás, aki dobos, de most Kahunon játszik, meg rázza a sékert, aminek a válla nagyon örül, és Lázár Tibor a basszus gitáros. Szevasztok még egyszer. Eddig annyira jó, az első óra az annyira tökéletes volt, hogy félek, hogy nagyon hamar vége lesz. Beszéltünk arról, hogy előbb-utóbb aztán elkezdtétek érezni, hogy igen, ez megjött. Olyan előfordult, hogy azt mondták nektek más előadók, hogy írjatok már nekünk is dalokat? Tehát azon is le lehet mérni, hogy jól csináljátok, hogy egyszer csak megjelennek emberek, hogy valók, annyira jól csináljátok, hogy nekünk is kell. Hát ugye a zenekar nem kapott ilyen kifejezett felkérést, de én, mint dalszerző, igen. Aha. Tehát én nekem volt. És akkor ezt írtál is másoknak? Írtam, több, és több kevesebb sikerrel, igen. És ők is befutottak, és sztárok lettek? Hát általában sztárok, vagy hogy mondjam, tehát befutottak, hogy már ismertek, kértek fel, és akkor igen, tehát több-kevesebb sikerrel, de voltak más dalok is, igen. De ha már itt tartunk, akkor ezt a sztárságot, vagy ezt az ismertséget, nem tudom, hogy nevezzük, azt nyilván, amikor elképzeltétek magatoknak, hogy milyen jó lesz majd felnőttként színpadon állni, hát ezért kezdtetek zenélni, ez így benne volt a képzelgéseitekben, az álmaitokban, hogy úton útfélen majd vállon veregetnek titeket, megállítanak, közös fotót kérnek, aláírásokat kérnek, tehát ezt bírjátok? Szerintem erről mindenki álmodozik egyszer valamilyen életszakaszban, valameddig, és hát én otthon ezt láttam, hogy anyukámat ilyen módon szeretik, úgyhogy amikor kicsi voltam és naív, még jobban naívabb, mint most, akkor én azt képzeltem, hogy hát ez egy teljesen normális dolog, hogy valaki a felnőtt korában ilyen megbecsülés övez, mert hogy ez a felnőtt kor, aztán majd nyilván megtapasztaltam én is, hogy nem, feltétlenül. Jó, de megdolgoztál aztán érte? Meg, persze, persze, nagyon is. Igen. Igen, megdolgoztattuk érte. Megdolgozott érte, igen. Jaj. De és most már van olyan, hogy így rejtegetni kell például a Zsófit a koncertek után, hogy hamar el tudjatok indulni?
Volt már olyan egyébként, hogy beugrottam a tehát ilyen Superman pózba a turnébuszba, volt már olyan, de egyébként ez inkább ilyen ritka eset. Amúgy meg mi nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minden koncert után legyen közönség találkozó, és ott rendszeresen szoktunk autogramokat osztogatni, meg fotózni. Hát tényleg látom sokszor ilyen rendezvényeken, amikor műsort vezetek, hogy egyik fellépésről, nem feltétlenül koncert, hanem fellépésről rohannak a másikra, és nem jut idejük a közönségre. A közönség pedig nem feltétlenül csak azt szeretné látni, hogy hogy adja elő a színpadon a dalt, hanem hogy legalább egy jó szót, ha nem is kérne, de mondana. Igen. Akkor ez tőletek megkapja a közönség. Tőlünk abszolút, igen. Mi erre nagyon, nagyon figyelünk, tehát ez tényleg koncepcióra. Egyrészt tényleg ez ilyen szívből jövő, mert nagyon sokat köszönhetünk a közönségnek, tehát minket így, hogy mondjam, olyan nagyon nem támogatott senki, hogy a kiadónkon kívül, meg néhány emberen kívül, de a közönség, tehát mi gyakorlatilag a közönség által lettünk azok, akik, és ezt mi folyamatosan, és ezek nem nagy szavak tényleg, mert az előbb már a dalversenyt is említettem, igen, hogy tényleg az a szeretet, meg éneklik a dalainkat, meg nem tudom, tehát nagyon-nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik, és még ha fáradtak vagyunk, meg nem tudom én, tényleg egy hosszú utál még előttünk, akkor is még ott maradunk, és az utolsó embernek is odaadjuk azt az autogramot, vagy egy fotót, amit... Székely udvar helyen volt egy olyan, hogy 3 óráig osztottam az autogramokat, és fotóztunk, és legalább szerintem olyan 3000-et kiosztottunk, megosztottam. Mm. Nagyon durva volt. Hirtelen olyan flash-em volt, mint hogyha ilyen Beatles lennénk, mert oda jöttek, sikítottak, és mindenhol kis papír, meg tovább, meg ilyenek, nagyon szuper volt. És akkor itt jön be szerintem a legjobb pillanatban a szövegvilág, mert szerintem a Honeybeastnek az egyik legfontosabb, nem tudom, brandje maga a szöveg. És az, hogy ennyire kiadod magadból azt, hogy te milyen vagy. Tehát ennyire őszinte szövegeket azért ritkán énekelnek. Tehát, hogy benne van ez pont az előző dalban is, ez a kicsit ilyen, hogy mondják ezt, önirónia. Keserédes, önironikus. Igen. Igen. De hogy az emberek nem feltétlenül ezt az oldalukat szokták megmutatni, amikor magukról énekelnek a dalokban. De mindenki szeret inkább a tökéletesség felé menni, és hát mi meg úgy döntöttünk, hogy inkább az őszintébb, egy realista popzene, így hívtuk amúgy annó, és akkor ez a vonal illett hozzánk, meg hozzám is, és akkor tök jó találkozás volt ez nekünk az Olival. De egyébként vicces, mert nagyon sok minden véletlenem múlik. Tehát a legnagyobb hős után a kiadó része jött egy ilyen kérés, na akkor még egy ugyanilyen nagyon nagy slágert kéne írni. Köszönöm szépen. Tehát ez a légy spontán és légy zseni azonnal, tehát igen, bármikor. Így. És akkor próbálkoztam, és akkor az egyedül, azt tulajdonképpen, hogyha végig gondoljuk, akkor a legnagyobb hősnek a pont az inverze, mert ugye az egyik a párkapcsolati kudarcot dolgozza fel, a másik meg a magánynak a kudarcát, az egyedül létnek a dolgait. És Zsófi mind a kettő gyönyörű szépen tud azonosulni, de ez a tök véletlen, hogy éppen abban az életszakaszában az egyedül el sokkal jobban tudott. Úgyhogy az igazából nem is Zsófira lett írod, és mégis ráíródott. Nagyon fura, hogy sokszor véletlen, meg az ismeretség. Akkor viszont nagyon hitelesen tudja előadni. Igen, igen, meg a... Meggyűjtök. Nyilvánvalóan mindenféle ingereket, meg érzéseket gyűjtök a magam körül lévő, akár családi, akár baráti, meg különböző emberektől, amik jönnek, és akkor ezeket az élményeket elraktározom magamba, és visszaadom dologban. Igen, tehát nem mindegyik konkrétan Zsófinak a magánéletéről szól, valóban, meg hát ugye, mivel én írom, nem is tudom. Nem, mert Zsófi nyilván egy előadó művész, aki sok minden helyzetbe bele tudja magát képzelni. És te írod a szövegeket együtt Zsófival, vagy te megírod otthon, átküldöd? Megírom, mehet Zsófi, jó, nem túl durva, figyelj, hát jó, oké. Nem így szokott menni. Összesen 2 helyen szóltam bele eddig egyébként az Olinak a szövegeibe, és akkor átért a de. Összesen 2-ször? Összesen 2-ször, és 2 különböző dalnál egyébként. És de az mit jelent, hogy egy sor dobtál vissza, szavakat, rímeket? Szavakat dobtam vissza. Ilyet, hogy rím, sor, vers, nem csak szavakat dobtam vissza, és akkor mindig tök jól helyettesítette az Oli, és jobb is volt egyébként a helyettesített verzió. Annyira jók ezek a szövegek, most az Odit szenved dicsérem, hogy én tényleg azt gondolom, hogy ezek Zsófi szavai. Érted? Tehát azt gondolnánk mi, akik hallgatjuk a Honeybeastet, hogy tökre jól ismerjük a Zsófit, hiszen kiírja magából a dalokat.
De hát végül is hát az érzéseket róla is szólna, tehát én ráírom ezeket a dalokat, tehát tulajdonképpen... De Zsófi ad neked instrukciót, hogy figyelj, most szeretnék arról énekelni, hogy? Nem, ilyen még nem fordult elő. Ilyen még nem. Nem kell, tehát mi azért úgy viszonylag a koncertekkel, tehát ahogy megyünk a koncertre, várunk a koncert előtt, aztán koncert után, tehát... Elég gyakor interakció van köztünk. De szinte szoktunk beszélni, szimbiózis van, élünk meg az... Szimbiózis van, P-vel szigorúan, a B-t azt mellőzzük most, tehát hogy kifejezetten igen, ismerjük egymást most már sok-sok éve, és igen, tehát így rá, én erre nagyon büszke vagyok egyébként, hogy Zsófira tudok írni, szóval meg ilyen, én amúgy ilyen, hogy mondjam, szégyellős vagy, tehát magamról nem feltétlenül írnék, bár mondjuk a legnagyobb hős az inkább az én magánéletem, de úgy annyira magamra, ez így annyira jó ez a rejtőzködés, de hát tudjuk, irodalomtörténetben is volt egy csomó ilyen, hogy álnéven, meg Csokonai Lili, meg hagyjuk Vörös Sándor is, ugye most nem akarom magam ezekhez a nagy nevekhez hasonlítani, csak ez egy ilyen kényelmes szituáció, hogy valakire ráírod, és akkor így rejtőzködsz. És te tudod, beadod magad. Igen, te tudod, hogy miről szól. Igen, ez jó. Jó, jöjjön a Boldottá, és aztán majd beszélgetünk tovább a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban a Honey Beast a vendég. Bekapcsoljuk megint a kamerákat, úgyhogy nem csak hallhatóak vagyunk a rádióban, hanem láthatóak a Retro Facebook oldalán. Ha készen álltok, ha szól minden, megint próbáljuk ki, hogy megszólal-e minden, de az előbb volt. Igen, most már jó. Oké, rendben, akkor tietek a színpad rajta. És hussel is illant már, szálló lufi mit vert el? Egy perc csak a bódottá, és emléké lett, cudar élet, és pont mikor megvolt már, ez van, kiakadnod kell, ó, nem, de hogy álmodtál, és fuss el véle, ez a vége. Forgatakban, még jó, hogy az előzőt veszni hagytam. Hiszem el célhoz, eltalál a csörét, szerelem első látás során bizta a sörét. Másnap talja, hogy egyszerű az egész, de úgy várom a reggelt, itt lakszikban a szemész. Egyikben fagyi, másik kéz a kézben, szakadunk itt semmiségen. A szerelmek a régi barátok, jó volna már gondolni rátok. Lucskosó fedi a parti sétányt, hol vannak a srácok, csak egy példány. Unikumban fajtva, nem volt ennyi, nincs romantika, csak ugyanaz a díszlet, kifogyott a készlet. És hussal is illat már, szálló, hogy mit vártál, egy perc csak a gondot rá, és elég kélek, tud a rélet, és pont mikor megvolt már, ez van, kiakadnod fel, ha nem le, hogy álmodtál, és hussal véle, ez a vége. Lapos a parti a víg matrózban, azt is bánom már, amilyen veszni hagytam. Ötbe lábad a parti sétány, hol vannak a párok, kitart néhány. Unikumban folytva minden remény, miért sírassam, nem volt enyém. Volt romantika, de aprócska részlet, kifogyott a készlet. És húss el is jelent már, szálló lufi mit vártál? Egy perc csak a vonottál, és elég élet, tud a élet. Mikor megvolt már, ez van, kiakadnod kell. Ó, lenne, hogy álmodtál, és húss el éle. Ez a vége, és húss el is jelent már. Szálló, mit vartál, egy perc csak a vonottál, és emlékélet, tud a rélet, és pont mikor megvolt már, ez van, kiakadnod kell. Ó, lenne, hogy álmodtál, és húss el éle. Ez a vége. A Honey Beast. Nagyon szeretem, ahogy zenéltek. Kicsit beszéltünk még adáson kívül is a szövegírásról. Annyit emelnék be csak a adásba, hogy hihetetlenek azok a szavak, amiket használsz, Zoli, a szövegeidben, amitől egy kicsit egyedibbé válik, vagy még egyedibbé válik a Honey Beast. Egyszerűen fantasztikus. De tényleg az ember hallgatja, és az Atya Úristen. Tényleg ezt mondta? És akkor visszatekerjük. Tök jó. Nagyon jó. Erre vannak példák is. Igen.
Na, lesz egy koncert, tulajdonképpen ez adja a mai beszélgetésünk apropóját, hogy lesz egy koncertetek a Városmajorban július 30-án, nyilván addig még lesznek koncertek, tehát nem pihentek addig sem, de hát mégiscsak egy budapesti helyszín. Van erre valamiféle kitaláció januárban, hogy hány koncertet adhattok Budapesten, vagy hány koncertet adtok Budapesten? Van, szokott lenni koncepció. Persze, nem lett az, hogy minden hónapban fellépünk Budapesten, mert meg kell csinálni azt, hogy hiányérzet legyen a zenekar körül, úgyhogy ezért így nagyjából 3 hónap, fél évente szoktunk fellépni a fővárosban. És nyilván vannak a legnagyobb helyszínek, amiket simán meg tudtok tölteni. Ámen. És hát a Városmajor is egy elég nagy hely, ti ott már koncerteztetek? Még nem, de jártam a Városmajori szabadtériben, is tök jó volt, igen. Maga a helyszín egy ilyen patinás, tehát 100 éves idén. Igen. Ez ad valamiféle pluszt a zenekarnak ilyenkor, amikor egy ilyen patinás helyszínen játszatok? Mert erről meg a Zsófival beszélgettünk a hírek alatt, hogy egyforma minden színpad tulajdonképpen, mert a Riderben valószínűleg ugyanakkor a színpadot kértek, a kontrolládák ugyanott vannak, a fületekben ugyanúgy szól mindig, a közönség is általában szép számmal jelenik meg, de azért mégiscsak más, azt gondolom, a Városmajor, ami egy 100 éves helyszín. Abszolút. Vagy másnak kell lennie. Abszolút, meg az ülős bulik is mindig mások, tehát sokkal jobban ki tudja figyelni egy ülős közönség a nüanszokat a zenében, meg azokat az apró üzeneteket, amik ugye a sorok között vannak elrejtve Zoli szövegeiben. Ez nem biztos, hogy például egy ilyen kis nüansz, vagy egy sorok között olvasható üzenet, az átjön egy fesztivál csapatáskor. Na, amikor mindenki csápol, ugrál. Igen, de egyébként amúgy a fesztivál hangulatba szokott kúszni az ülős koncertjeinkre is. De az mi, felállítjátok a közönséget? Abszolút. Zsófi nem bírja ki. Nem bírom ki. Hát ez egy Honey Beast koncert, tessék felállni, most már elég volt az ülő csörgés. Kikövetelem. Igen. És akkor a hátsó sorok tiltakoznak, hogy hát előttünk felálltak. Akkor ők is felállnak. Na, nyilván láncreakció. Egy bizonyos kor után az ember szeret úgy koncertre járni, én ezt már tudom, hogy úgy leül az ember valahol hátul. Jó, hát nem végig kell. És úgy megnézi tényleg, hogy mi történik. És jó azt látni, hogy az első sorokban, vagy az első 46 millió sorban csápolnak, de az tök jó, hogyha így ülve végig lehet nézni egy koncertet. Igazából csak koncertnek vannak bizonyos pillanatai, ahol Zsófi beveti. Igen, tehát nyilván nem végig kell. Nem, meg egyik, én szoktam adni azokat a fellépéseket, ahol tényleg le lehet ülni, meg lehet figyelni. Szeretek tanulni, más előadóktól tanulni. Nagyon sokat, igen. És hogyha leülök, akkor tudok is. Hogyha csapatok, akkor nem mindig. És egy ilyen koncert ugyanazt a zenei hangzást hozza? Tehát nem lesz, nem tudom, most nem hozzátok a szimfonikus zenekart, nem lesz akusztikus, hanem egy hagyományos Honey Beast koncert lesz ez is? Igen. Tulajdonképpen igen, de azért mégis van egy sokkal emelkedettebb hangulata az ilyen koncerteknek, nyilvánvalóan, meg hát Városmajori szabad. Meg hát minden koncert egy kicsit más. De egyébként a helyszínek tényleg minket is panolnak, tehát nekem a ilyen nagy általánom a Pink Floyd volt, szóval a Pompei koncert, amikor a Pompei amfiteátrumban játszik a zenekar, mondjuk közönség nélkül, de teljesen mindegy, de óriási hangulat. Mert ebből készült egy film, és hát óriási hangulata, és mi is játszottunk meg különleges helyszíneken, Nagyváradon, a Várban, stb. Most csak egyet mondtam, de Kolozsváron, a Főtéren óriási. És Egrivárban például. Egrivárban is, igen. Tehát, hogy nem, a Szigligeten nemrég. Hogy ez tényleg pluszt ad. És ez a koncert is, a Városmajora is ilyennek ígérkezik. De hát, hogy milyen lesz, mivel még sose játszottunk, utóbb tudnánk beszámolni róla, de biztosan fog nekünk egy ilyen plusz hangulatot adni. Nekem a gyerekkorom például, én ott mentem fel a környéken. Mindig, amikor oda megyek a Városmajor közelébe, vagy a Városmajorba, akkor eszembe jut a gyerekkorom. És akkor ott miket láttál? Előadásokat, ilyen színházi előadásokat, láttam, koncerteket? Láttam színházi előadásokat, akkor voltam ott ilyen sajtótájékoztató jellegű rendezvényeken is, úgy tudom, hogy működik mozi is, és hát ami a gyerekkoromat illeti, azok a szép zöld fák, meg az egész helynek a hangulata, az számomra egy nagyon kedves dolog. Na, akkor most zenéljetek megint, jön a Tele a szívem, de mielőtt még a beszélős mikrofont arrébb teszed, csak egy mondatot beszéljünk erről a dalról, mert nekem ide írtátok, hogy ez egy új dal. Ez a dal a Tele a szívem, és ez egy közös dal, ez Paulinával együtt íródott. Zoli összeült Paulinával
órákra, napokra, és megalkották egyébként pár óra alatt nagyjából ezt a dalt. És annyira úgy, hogy ezt rádióban még nem is játszottátok, vagy nem is adták le, vagy tehát nem olyan új, hogy tegnap lett kész? Nem olyan új. Nem, ez okay. 2-3 hónapja készült. Aha. Körülbelül február elején készült. De elég sikeres, ott van listákon meg minden, tehát hogy ez de új, tehát ez volt a... Oké, és nem miért volt Paulina? Mert Paulinát én nagyon bírom, meg nagyon tehetséges, meg tök mi jól zongorázik, nagyon jól énekel, de ezért? Tehát ennyi elég, hogy láttuk szeretitek? Láttuk a munkásságát, meg úgy átjött a lénye a tévéképernyőkből, aha, és akkor azt gondoltuk, hogy tökre szimpatikus, és hogy nagyon szívesen dolgoznánk vele, és megkérdeztük, hogy esetleg van-e kedve együtt egy dalt csinálni. És akkor tök jó már rábólintott, és így született meg a Tele a szívem. És én manapság a kollaboráció borzasztóan divatos, hát majdnem minden dal így jelenik meg. És mi hát egyrészt úgy gondoljuk, hogy nem mindenkivel vagyunk kompatibilisek, meg aztán válogatunk is. A Paulina meg minden szempontból pont megfelelt, meg is lepődtünk, amikor először láttuk ugye a tehetségkutatóba, és úristen, hát akkor vele kell majd dolgozni. Igen, meg az is egy tök jó dolog szerintem, hogy két női előadó csinál egy, vagy lehet, hogy két női előadó van a fronton. Oda képzeljük Paulina hangját most, jó? Jön tehát a Tele a szívem, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban, a Honey Beast a vendég, a dal után rövidesen beszélgetünk tovább. Voltam már, szúrozták a szemekben, mindig rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem. Voltam már, szopos kislány zavarban, elszálltottuk a nyarban, de még jó is kalapban. De nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, de a szívem. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, de a szívem. Egyen esetem, jön a levegő, jön, tele egyedül, vele vagyok, itt van, lehetek ilyen, vele van, te a szívem. Egyen esetem, jön a levegő, jön, tele egyedül, vele vagyok, itt van, lehetek ilyen, te a szívem. Lennék még történet, fátódom nagy sebesség, gondolokban melegség. Lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, kéne pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék. De nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, de a szívem. Nem voltam még igazán boldog, ennyire dolgok, ez a nap ilyen, de a szívem. Egyen esetem, jön a levegő, jön, de nem egyedül, vele vagyok, itt van, lehetek ilyen, vele van, te a szívem. Egyen esetem, jön a levegő, jön, de nem egyedül, vele vagyok, itt van, lehetek ilyen, vele van, te a szívem. Nem voltam még, nem voltam. A Honey Beast, ismételten szevasztok. Van-e leosztás a zenekaron belül? Nyilván, ahogy ez így kiderült, az Oli írja a dalokat, zenét, szöveget, mindig mindent te, vagy azért beleszólhatnak mások is? Beleszólhatnak. Aha.
És hát egy zenekaron belül van még egyéb feladat, tehát nyilván nem tudom, valakinek a zenekart szállítani kell, az egy külsős. Az külsős, igen, a szállít. Valakinek el kell készíteni a grafikákat, hát van olyan, aki esetleg képes rá. Hát most is folyamatosan rajzolsz. Amikor éppen nem tizenéltek, hanem zene szól, akkor te telerajzolod a papírodat. Igen, igen, most éppen repülőkutyákat firkáltam rá. Repülőkutyákat? Igen, repülőkutyákat, meg mindenféle embereket, pöttyöket és ilyesmiket. Tehát van ilyen, hogy le vannak osztva a feladatok, vagy ezt te saját magadnak például kitaláltad, hogy oké, akkor majd én leszek nekem grafikus. Ez a végzettségem. Azt tudom, csak hogy... Ezt kitaláltam magamnak, hogy igen. Csak pont azért, mert ez a végzettséged, ez a szakmád, lehet, hogy azt mondod, oké, tehát miért adjam én ingyen ennek a zenekarnak? Hát sokat köszönhetek neki. Eladhatnám pénzért másnak. Arra is volt már például, hogy pénzére adtam másnak, hál' Istennek, meg sokat köszönhetek nekik, meg tök jó referencia ennek a zenekarnak. Köszönjük, Zsófi. Én köszönöm, de nem tettem. De akkor nem az volt, hogy ti azt mondtátok a Zsófinak, figyelj, úgyis grafikus vagy, tehát csinálj már nekünk logót, lemezborítom. De? Nagyjából így történik, hogy ki mihez ért. Még ezekkel is. Nem, én meg örömmel elvállaltam egyébként ezt a melót. Sőt, át se engedné másnak. Hát ez egy művész önkifejezés, tehát ez része az egésznek. Figyeljetek, és ti együtt utaztok a koncertekre? Hát hatan vagytok. Most így elkezdtem számolgatni. Nyilván van egy óriási nagy technikai stáb. Mekkora a stábotok? Hány emberrel? Azt a mindenit, hát nagy. Összesen 15-en vagy 14-en. Hát attól függ. Nem is olyan nagy, mert hallottam mást. Benne vagytok ti is? Ebben benne vagyunk, igen. 14-15. Akkor hány, egy nagy, hatalmas nagy Ikarus busz kell, vagy több autó, több busz? Én nagyon élném az Ikarus busz egyébként. Négy busszal járunk. Négy busszal? Igen. Hát ugye megy egy Pestről, Zsófiék, van egy Szegedről, mert ugyanerről nem volt szó, de a zenekar nagy része szegedi. Uh-huh. Fele. Fele, igen. Most már. Most már, igen. És hát ezen kívül még a fényes, ugye említettük, hogy viszünk fényeket mindenhova. A fényes táb megy még egy busszal, gyakorlatilag így közlekedünk hárommal. És hát gondolom visztek hangszereket, erősítőket, stb. Az, igen, az igen, igen. Külön tehát majdnem minden, ami a színpadon van, backline, az gyakorlatilag a miénk. Hát ez már egy, ez a gépezet, nem? Tehát, hogy itt mindent össze kell hangolni. Ez a logisztika. Igen, ez tök jó. És... Az érdekel még ilyenkor, hogy amikor ti külön mentek, akkor ott találkoztok csak, vagy azért van az, hogy nem tudom, egy-egy koncert előtt próbál a zenekar? Vagy most már tudtok mindent? Tehát összeírjátok a műsort, és mindenki otthon felkészül. Egy-egy nagyobb turné előtt mindig szoktunk próbálni. Vannak próbaidőszakok, amik ilyenkor be vannak ékelve, és hogyha úgy látjuk, hogy kell még próbálni ezen kívül, és akkor persze természetesen akkor összegyűlünk és megoldjuk. Azt tudom, valahogy így, ahogy megismertelek titeket az Zoliról, azt tudom elképzelni, hogy ő hajtaná a próbát. Van, amikor hajtanám, van, amikor nem. De most egyébként egy vicces helyzetben vagyunk, mert Szegeden volt egy ilyen bázis, ahol az összes lemezt felvettük, mellette volt a próbaterem, a raktár, ahol a hangszereinket tároljuk. Minden. És decemberben onnan kiebrudaltak minket, nem minket, hanem azt a stúdiót, mindegy, Vári Gabi, nem titok a neve, aki a stúdió, és aki az összes lemezünk hangmérnöke, és azóta egy kicsit ilyen hontalanként tengődünk, ilyen alkalmi próba termekbe, és ez azért annyira nem fűlik a fogunk, mert ugye régebben ugye tök jó volt, hogy a raktárból csak át kellett hozni a hangszereket a próbaterembe, pillanatot összeraktuk, és már is ment a próba, most meg óriási logisztikai előkészítést igényel minden egyes próba, de most már látjuk az alagút végét, talán szeptembertől kész lesz az új hely. És akkor, ha a zenekar fele szegedi, a másik fele gondolom fővárosban él, akkor hogy döntitek el, hogy hol próbáltok? Hát nyilván eddig ez döntette el a fél úton, hogy mindenkinek ugyanannyit kellett utazni. Nem, hát kell, Szeged, alapvetően ez Szeged, de hogyha mondjuk olyan van, hogy egy szimfonikus zenekarral próbálunk, akkor például a Dokmányi szimfonikus zenekarral, akkor az Pesten volt, persze. De az csak egy buli volt, vagy több? Több. Hát igen, több volt. Tehát ugye volt a nagy aréna, igen, a szimfoni, megcsináltuk egy turnét is. És az hány állomásból állt? 15. Az szép. Fogalmam sincs, de 10 valamennyi. 10 valamennyi volt, és egyébként még voltak ilyen különálló, ilyen zárt körül, stb. Egy-két fellépés még volt azon kívül is.
Zenéjetek megint egy, csak közben nézem az órát, hogy jó lenne, ha még két dal beleférne így ebbe a mai műsorba. Az egyik legyen a Maradok, jó? És aztán tényleg maradjatok még egy kicsit, beszélgetünk tovább rövidesen a Honey Beast-tel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Megint bekapcsoljuk a kamerákat, úgyhogy nem csak hallhatóak, hanem láthatóak is vagyunk a Retro Facebook oldalán. Szóval tehát a Maradok a Honey Beast zenél a Retron. Kirúgva, leharcolva, marad a vendég, marad a kocsma, maradnak sósak a könnyek, s a rökhegyek legaljában a meredek emberek, maradok félve és megalkutva, maradok tisztelettel lehajolva, itt ragadt életek, aki csak mehetett, lefarcolt már, ugrott a féltelek. Maradok tolpie a szilviarban, maradok suttogás az őrült zajban, marad a templom és marad a puszta, marad a csaló megint megúszta. Ki kell a zsáját a mátrai rétegen, kinek az álma húlik a közérdeken, sáros a kéz, ami a sorsot húzza, aki nem látja, legalább hanúzza. Maradok szélhámos, maradni kell, mert mondta a plébános, maradni érdemes, maradni párokon, maradunk faragott jelek a sírokon, maradok maradék a lemaradóra, csak legyen több polgár, kifekszem a tóra, maradok úr és maradok szolga, marad a közöny, hogy nem az ő dolga, maradok tolpie a széli arban, maradok suttogás az őrült zajban, marad a templom és marad a puszta, marad a csaló megint megúszta. Ki kell a zsáját a mátrai rétegen, kinek az álma múlik a közérdeken, sáros a kéz, ami a sorsot húzza, aki nem látja, legalább hanúzza. Minden adtuk már, mi elmosztítható, és most jön, ami a Honey Beast, de már csak néhány percig sajnos. És itt nézegetem, hogy folyamatosan dolgoztok, folyamatosan adtok ki a kezetek alól dalokat, és aztán az jut eszembe ilyenkor mindig, hogy kell-e szerintetek még lemez? Tehát, hogy amikor összegyűlik, nem tudom, 10, 12, bármennyi dal, és akkor azt így csokorba adjuk. Mert hát el is mondtátok, hogy nem kerül mindegyik elő a koncerteken, ezért lehet, hogy elég egy-egy dalt kihozni. 2-3 havonta, vagy nem tudom milyen időszakonként. Hát most ez a trend, hogy 2 havonta, vagy 1 havonta, vagy 3 havonta az előadótól függjön neki dalokkal, és ráadásul kollaborációk nagy része, hogy az imént is szó esett róla. Tehát, hogy igazából
És ti ezt a trendet követitek? Hát követjük, mert próbálunk haladni a korral, tehát muszáj valamelyest követnünk a trendet, de én személy szerint, meg szerint a többiek is egyetértenek velem, ez hosszú távon nem olyan jó. Tehát a Honeybee-nek az volt tehát a brandépítésnek az volt az alapja, hogy folyamatosan lemezekkel jöttünk ki, és előbb lemez, és onnan lett ki másolva aztán kis lemezre, hogy ezt régen mondani szokták egy-egy dal, és aztán abból lett rádiójátszás és egyebek. Most megfordítva, mi is egyébként taktikát váltottunk, de a lemezre rákerülnek olyan dolgok is, rossz májúan meg, akik kevésbé, hogy is mondjam, szeretik az elemény, nem tudom, hogy kik, de hogy kifejezetten tehát hallottam már ilyet, hogy ezek ilyen töltelék nóták, de hát nem töltelék nóták, hanem lemeznek van koncepciója, és speciál nekem ezek az úgynevezett töltelék nóták a kedvenceim szoktak lenni, és szerintem a zenekarban is csomó embernek, és így teljes az egész, tehát mi lemezekbe gondolkodnánk, csak hát a korra muszáj haladnunk, és muszáj felülnünk erre volna. Hát nyilván eljutottatok arra a szintre, hogy amikor összeáll egy koncertműsor, nem tudom, mennyit játszottok egy koncerten, 15-20 dal, akkor az szinte mind lehetne sláger is. 20? Igen. 20 fölött játszottok? 20, ilyen kevéssel, tehát 20-22-21 körülbelül ez. Nálunk nem nagyon van közben beszélgetés, tehát hogy folyamatosan megy tehát hogy össze van a kötve a dalok. Tehát van persze kommunikáció a közösség, de ez inkább zene közben. Aha. Tehát nem nagyon van leállás, nincs az, mint egyes előadóknál, hogy 10 percig beszél a közönséghez, meg megy a stand-up comedy, nem, ilyen nincs. Most direkt nem fogok zenekar nevet mondani, volt olyan pesti nagy koncert azon a helyen, amit te is mondtad, a parkban, elmentem, megnéztem egy pop zenekart, és a nagy koncert volt 70 perc ráadással együtt. Nektek azért ennél hosszabb, gondolom, tehát hogy ez a 20 fölötti dal, azt gondolnám, hogy akár 2 órás is lehet. 90 perces műsorok már. Mi azzal szoktunk, tehát a 90 perc a standard, de hát bármikor, tehát van nem tudom, 6 lemez, tehát hogy bármennyit tudnánk játszani. És változik a műsor koncertről koncertre? Vagy ha elindultok nyár elején egy műsorral, akkor ugyanazt toljátok mindenhol? Általában nem szoktunk változtatni ezen, tehát hogyha van egy turné, amit szerkezet, amit bepróbáltunk, akkor azt végig szoktuk mindenhol. Tehát a sorrend is ugyanaz. Nagyon átgondoljuk. Tehát, hogy ez így van kigyakorolva, így van kitalálva, és nem véletlen egy szám sorrend. És egyébként szoktuk is tesztet, tehát olyan van a turné elején, hogy egy-egy számot kicserélünk, nem ott jó, nem így van az íve a koncertnek, de ami bevált, hát a jót, hogy mondja, ami már egyszer bevált, azt nem változtatjuk. Na, de akkor maradjunk a leosztásnál, vagy térjünk vissza a leosztáshoz. Azt ki dönti el, hogy ez így jó, vagy sem? Mi? Tehát, hogy oké, hogy mi, de ti mindig egyet értetek? Igen. Egyébként igen, nagyon vicces, hogy igen. De hát nem tudom. Tibi? Igazából tényleg az esetek többségében úgy egy hullám hosszon vagyunk ezek a dolgok. Mindig van egy-egy olyan, mondjuk például egy dal, amit beteszünk, vagy éppen leveszünk a listáról, de viszonylag úgy gördülékenyen szoktak ezek a megbeszélések menni, tehát úgy hamar közös nevezőre jutunk mindennyien. Hamar megvan konszenzus, mert folyik az érvelés, tehát itt senki, tehát nincsenek ilyen személyes ügyek, hogy most én akarom ezt a dalt, mert ez a kedvenc dal. Nem, mindenki az összérdek szerint fejti ki a véleményét, és hát az egy irányba halad. Igen, meg van egy koncepció mondjuk a koncertről, és az, igen, az, ahogy Zoli is mondta, az egyéni elképzeléseken felül van. Ezt ugye azért ennyi idő után már érezzük, hogy mi az, ami mondjuk működik élőben, mi az, ami kevésbé. Sajnos lejárt az időnk, hát ezt mondtam, hogy ez pikpak elrepül jó társaságban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, vagy itt vagytok. Még egy dalt játszatok el nekünk, viszont előtte egy nagy tapsot szeretnék adni Bobónak. Bobó nélkül én nem tudtam volna kihozni ezt a hangzást belőletek, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Meg persze taps nektek is, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. A Cirkusz az utolsó dal, amit meghallgatunk tőletek élőben, és akkor egy kalappal nektek erre a nyárra. Meg hát köszönjük szépen. Sokáig írjatok még frankó dalokat, hasonló jókat, és akkor örömmel hallgatjuk. A Honeybee volt a vendég, az utolsó dal itt az Abaházi Presszóban, a Cirkusz a Retro Rádióban. Szevasztok! Sérülni diszkréten siker, de a kesernyés íz nem múlik el.
eldöntötted, mit akarok. Ebből most már kimaradok, mert ma este mással táncolok. A legjobb barátod sem vagyok, csak az álláspontod merevedik, amíg a viszki a sörrel keveredik. Ne várj, ne kérd, ne hívogass, nem kell virág, ne látogass. Azt hiszem melletted soha nem leszek az, aki lennék inkább pár. Nekem ez a cirkusz nem kell, csak ennyire vagy képes, menj el. Sosem változol, ez így megy félre, a hideg háború nem lesz béke, nem megy. Adj fel, ne gyere a múlta, nem fel. Én a kötéli degzetű kis cserét, te a kötéltáncos, ez nem lép félre. Kicsit ki vagy, unatkozol, a Tinderre feliratkozol. A számlát más csaj fizeti ki, a bosszú nem túl eredeti. Nem érdekel, nem érdekel, a legszebb hibát kitűri el. Pasi a mászok nyáját kerülgeti, ő meg a bűbánó órát töröleti. Nálán cigály lehangoló, a drámához miért nincs kapcsoló. Nagyon bizony, nagyon zavar, hogy annyira márka sem kavar. Ne várj, ne kér, ne hívogass, nem kell virág, ne látogass. Azt hiszem melletted soha nem leszek az, aki lennék inkább már. Nekem ez a cirkusz nem kell, csak ennyire vagy képes, menj el. Sosem változol, ez így megfér, a hideg háború nem lesz béke, nem megy. Add fel, ne gyere a múlta, nem fér. Én a kötéli degzetű kis cseléd, de a kötéltáncos az nem lép félre. Nekem is fáj, nem baj. De ha neked is fáj, nem baj. Barul ez a nagy csend, nem baj. Lehetek-e így is, majd bár nélkül páratlan. Nekem ez a cirkusz nem kell, csak ennyire vagy képes, menj el. Sosem változol, ez így megfér, a hideg háború nem lesz béke, nem megy. Add fel, ne gyere a múlta, nem fér. Én a kötéli degzetű kis cseléd, te a kötéltáncos, azt nem lép félre. Oh, 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 hu-oh. Sosem változol, ez így megfér, a hideg háború nem lesz béke. Oh, 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 hu-oh, oh, oh. Én a kötéli degzetű kis cseléd, te a kötéltáncos, azt nem. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. 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 Retro Rádió.